Polgármester úr, miért fontos ez a mai esemény? Gyakorlatilag ismét egy sikeres pályázatot nyit a város, egy 1,2 milliárdos pályázatot, mely a római városrész szociális felújítását, rehabilitációját jelenti. Ebben Dunás önkormányzata, a DVN ZRT, a Dózsa Lakás Szövetkezet, illetve a Dunási Rendőrkapitányság lesz rész konzorciumi partnerként. 2013 nyarától 2015 év feléig a római városrész zöld felületei, épületeinek nyilázárói, a Pajtásoboda, Fáy András utcában található játszótér és sportpálya teljes felújítása és rekonstrukciója fog megtörténni, és hogy miért pont ott, hogy a leginkább sűrűn lakott városrészről van szó, és úgy érzem, hogy az ottani ma már elég rossz állapotokat ezzel a pályázattal sikeresen tudjuk a jövőben megváltoztatni és felújítani. Tehát akkor feltehetően ez a felújítás az ott élők életminőségét fogja javítani, meg valószínűleg az ingatlanok árát is. Pontosan, közösségi tér kialakítása is a cél, egy non-profit szolgáltató dolgozó is fogott történni, létre fog jönni ezeket kezdendő két is fülével. Akkor nem, akkor a városnak egy színfoltja lesz a római városrész, és nem olyan hely, ahol ki nem tud máshova költözni. Bízom benne, tehát hogy megváltozik az a szlogán a városban, hogy ja Isten, hol vegyek lakást, ahol aki szeretne vásárolni. A Békében nem messze van, a rómaira meg hát nem érdemes menni, mert hogy néz ki a római városrész. Legyünk büszkék arra, hogy ezen változtatás fog történni, tekintet a római városrész ugyanolyan része a városnak, mint bármely.